Tisztelt képviselőtársaim, olyan világban élünk, amikor igaz annak a tengeren túli zsidó konzervatív társadalom tudósnak a megállapítása, hogy nincs az a szatíra, ami versenyre kelhet a progresszív kreténséggel. És éppen ezért kérjük azt innét a Jobbik soraiból is, hogy az ilyesféle törvényeket ne minimalista módon alkalmazzák. Szükség van a család intézményének a megerősítésére, a társadalmi szövetrendszer helyreállítására, képviselőtársaim. Elhangzott az, hogy Spanyolországban 16 hét és 100%-ban állam által finanszírozott az apa szabadság időtartama. Azt kérjük, hogy ne legyenek ilyen szűkmarkúak. Ne 10 nap legyen Magyarországon, és ne ilyen fukar módon finanszírozva, adunk be módosító indítványt ehhez. Kapcsolódóan bizony hasznosnak tartanánk, hogyha jelentősen megnövelnék a költségvetési forrásokat, ehhez pedig egyébként látjuk. Az apák bevonása eredendően fontos lenne ahhoz, hogy a társadalom meg tudjon erősödni, hogy a családok visszanyerjék a régi fényüket. Elég talán arra utalnom, hogy mondjuk Richard Rohr, az a ferences szerzetes Amerikában, aki a családokkal nagyon sokat foglalkozik, mit mondott akkor, amikor azt mondta, hogy az apa nélküliség az, ami hihetetlen rombolást végez a világban. És hogyha mellé rakjuk, akkor mondjuk Zimbardót, Nincs kiút című műve, ahol leírja azt, hogy milyen iszonyatos társadalmi pusztítást okoz az, hogy egész generációk nőnek föl, apa nélkül, vagy éppen a konzervatív, fekete-amerikai Thomas Sowellt említeném, aki szintén bemutatja, hogy milyen káros az, amikor családok esnek szét, amikor nincs ott az apa figura, és azt az apa figurát nem biztos, hogy ilyen 18. 19. századi patriarkális módon kell értelmezni, hanem ilyen modern formában, de nincs ott az édesapa, az édesanya, vagy éppen a megszületett gyermek mellett. Arra kérem önöket, képviselőtársaim, gondolkodjanak el ezen, és tegyék lehetővé azt, hogy azok, akik át szeretnék élni, a maga teljességében szeretnék megélni az apaság első időszakának ezt az örömét, azzal élni tudjanak ez a lehetőséggel. Köszönöm.